Na hello, nézzük meg, hogy mi lett a kék lepkéből, amit kipreparáltam korábban. Azt azért fontos tisztázni, hogy a preparálásnál mindig halott, elpusztult egyedeket preparálunk, tehát soha nem élő állatot. Szerintem eszméletlenül gyönyörű lett, még így is, hogy rojtos a szárnya, sőt, igazándiból talán így még szebb is nekem egy kicsit, hiszen tudom, hogy itt élt nálam.